és tényleg köszönöm, hogy... Hatvan Lajos Múzeum rendszeresen otthont ad különböző történelmi előadásoknak. Ennek részeként legutóbb a Lehel-kürt volt a központi téma. Hortiné dr. Bató Edit részletesen beszélt a kürtről, aminek pontos eredete máig nem ismert. A Jászberényi Jász Múzeum őrzi az ország egyik legrégebbi történelmi erekéjét, amelyhez egyik legszebb hősi magyar mondánk, a Lehel monda fűződik. A kürtöt korábban Jászkürtnek hívták, és csak a 17. századtól azonosítják Lehel vezér híres kürtjével. A kürt nagyon sok titkot őriz, amely titkok közül jó néhányat már sikerült megfejteni, de azért még nagyon erősen tartja magát, tehát nem tudunk róla mindent. De abban bízom, hogy azért az elkövetkezendő években újabb és újabb fátyol omlik le a kürtről, mert ahhoz képest, amikor én a múzeumba kerültem a 1970-es évek végén, akkor még ennyit nem tudtunk róla, és azért az újkori kutatások sok mindent tehát föltártak, és így sokkal gazdagabb ismeretanyaggal rendelkezünk erről a csodálatos erekéről, amely lett légyen ez Lehel vezéré, vagy nem. Igazából ez nem is teljesen fontos. Az a lényeg, hogy Magyarországnak egy nagyon régi erekéje, ha nem is a 10., de mondjuk a 12. századból származik, akkor is az egyik legrégebbi erekéről van szó, amire nekünk nagyon büszkéknek kell lenni. Előadása során elhangzott, hogy a kürtöt nagyon sok mindenre használták, így volt ivókürt is, de például a jászkapitányok magukkal vitték a méltóság és a tisztelet jelképeként. Halálukkor pedig a koporsójukra tették, és ott tartották, amíg el nem földelték őket.